Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gecse Géza barátom, író, történész. Aktualitásai vannak ennek a mai napnak, hisz szép jó reggelt kívánok, hisz tegnap megkezdődött a 25. Nemzetközi Könyvvásár. Könyvfesztivál. Könyvfesztivál. Szerintem ez egy vásár is, mert az emberek vásárolnak is hatalmas engedményekkel, de ilyenkor nagyon érdekes dolgok történnek a kulisszák mögött, hisz egyességet kötnek fordításokra is. Van a legutolsó könyved, amit az Aspektus keretében adtál ki, egy nemzetpolitika szorítóban, vajon valaki megveszi-e, hogy lefordítsa idegen nyelvre? Hát ki fog derülni, a Durai Miklossal és Szilágyi Péterre fogjuk bemutatni a holnapi nap folyamán délután 3 órától a helyszínen, a kint lévő standokon, úgyhogy sok szeretettel várok minden érdeklődőt. A helyszíne bele lehet nézni, egyébként a könyvesboltokban most már kapható, hiszen biztosítottuk a nagy kereskedők számára is a hozzáférést, addig csak viszonylag szűkebb körben lehetett elérni magát a kötetet, és dolgozunk azon, hogy hát ezt minél többen ismerik, mert az egy dolog, hogy mondjuk az ember megír egy ilyen kötetet, de el is kell juttatnia magához, az olvasóhoz. Mit jelent az, hogy nemzetpolitika szorítóban? Dávke, úgy tűnik, hogy a nemzetpolitika nincs szorítóban, hisz itt voltak most a választások, és a történelmi Magyarország lakói kellőképpen részt vettek, kivették részüket a választásban, sőt. Jó, de ez a 2002 és a 2017 közötti időszakról szól, tehát ott ugye tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy az a fajta támogatáspolitika, ami még az Antal korszakban alakult ki, az ebben az időszakban került egyfajta válságban, vizsgálták fölül, került a határon túli magyar ügy, vagy a külhoni magyar ügy különböző tárcákhoz, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy csak a legutóbbi időben jutottunk el oda, hogy mondjuk ez a téma megkapta azt a fajta figyelmet, amit eredetileg is megérdemelt volna, hiszen a határokon kívül élő magyarság az gyakorlatilag a magyar nemzetnek az egyharmada. Ezek közül kitüntetett szerepben van egyébként az Erdélyben élő magyarság, hiszen ők egy magukban annyian vannak, mint az összes többiek, de az egészben még érdekesebb az, hogy ugye a magyarság létszámfogyásának eredményeként tulajdonképpen az Amerikában élő magyar származásúaknak a száma most már megelőzi a Romániában élő magyarokat. És azért használom ezt a fogalmat, mert hogyha azt használom, hogy Romániában élő, abban benne vannak a Kárpátokon túl, tehát a Csángóföldön élő magyarok, meg a Bukarestben élő magyarok is. Nézőinek el kéne mondjam, hogy évtizedeken keresztül a határon túl, vagy a Vasárnapi Újság és hasonló műsorok főszerkesztője voltál a Magyar Rádióban. Ez a korszak most véget ért, ha jól értem. Hát főszerkesztő helyettese voltam, inkább így mondanám, a Vasárnapi Újságnak voltam a főszerkesztő helyettese, és a Határok Nélkülnek voltam a felelős szerkesztője, főszerkesztője, attól függ, hogy mondjuk különböző korszakokban miként nevezték ezt a fajta posztot. Nem tudom, hogy mondjuk maga ez a dolog, ez valójában véget tud-e érni, hiszen ez azért az embernek az életébe bele van kódolva. Én azért is örülök, hogy ez a kötet meg tudott jelenni, mert tulajdonképpen ez a fajta tevékenységem ebben, mint egy dokumentálva van, ez annak a lenyomata, és tulajdonképpen az elmúlt időknek a krónikája. Az, hogy a rádióban vagy a médiában milyen lesz a szerepem, az egy külön kérdés, azt még én sem látom teljes mértékben és pontosan. Ugye volt hány év után vonulsz vissza? Hát gyakorlatilag egy negyed század, én nem tudom, hogy visszavonulok-e, mert ugye attól függetlenül, hogy mondjuk én a rádióból, illetve az MTVA-ból most kikerültem. Egyébként indítottam ellenük egy pert, amit első fokon megnyertem, ezt másodfokon elvesztettem. Felülvizsgálati eljárást indítottam a másodfoknak a döntése ellen. A felülvizsgálati eljárásban most kiderült, hogy a másodfoknak igazat adtak, egyébként ez így szokott lenni az eseteknek a 20%-ában. Nagyon nagy kérdés az, hogy érdemes-e
felújításra mennem, tehát hogy ugye megint előszedegettem az egész eljárást, és kiszedni a dokumentumokat, hiszen elég abszurd mondjuk maga a helyzet. Tulajdonképpen azért, amiért kiraktak, tehát azért, amiért kiraktak a rádióból vagy az MTV-ából, azért ki is tüntethettek volna. És hát ugye azért kellett hozzá, gyakorlatilag 3 év, hogy mondjuk először is megnyerjem ugye az első, tehát első fokon megnyerjem magát az eljárást. Ez a rádió akkori vezetése Szabó László Zsolt számára nem okozott problémát, mert gyakorlatilag 24 óra alatt raktak ki mondjuk az intézménynek a keretei közül. És ehhez képest, hogy a másodfok felülmérlegelte, mert tulajdonképpen ez történt az első foknak a döntését, és most már arról lehet, hogy akár beszélni, hogy milyen abszurd, mondjuk ezt úgy, hogy anyaggal, de akkor hagyjuk, jó. De most már lehet róla beszélni, ugye egy nagyon furcsa helyzetben voltam, mert ugye addig, amíg zajlik maga a bírósági eljárás, addig tilos róla beszélni. Legalábbis az ügyvédem szerint mindenképpen, úgyhogy nekem erről csöndben kellett maradnom. Tehát a kérdés az az pillanatnyilag, hogy lebontsuk-e ennek az egész ügynek az abszurditását, mindenfajta részét. És feltegyük azokat a kérdéseket, amelyek hát különösen az elmúlt időszakban azért más szempontból is. Nem biztos, hogy nem. Tehát most ezt most éppen akkor, egy olyan akkor nézzük meg, vagyunk, ki az Gecse Géza. Igen. Ön a Szovjetunióban született. Igen, egy olyan országban és egy olyan városban születtem, ami már nincs. A Szovjetunióban, Leningrádban születtem, ma már Szentpéterben van, és Oroszország, így van. És ráadásul ugye az anyám az észt volt, az apám az magyar. Tulajdonképpen a Szovjetuniónak köszönhetem a létemet, mert hogyha ez az ország, ez nincs, akkor én sem vagyok valószínűleg, vagy nem így vagyok. Nem találkoztak volna a szülők akkor talán. Igen, de nem biztos, hogy ennek nem. És akkor most a születési anyakönyvét átírják? Az érdekessége az egész ügynek az, hogy a magyar... Ön mégiscsak egy történész, tehát hogy állnak ehhez? Úgy állnak hozzá, hogy az van beírva, hogy Szovjetunió Leningrád. Ha az Egyesült Királyságba, tehát Nagy-Britanniába megyek, vagy az Amerikai Egyesült Államokba, ott gátlástalanul átírják. Tehát ott nincs ilyen, hogy nem tudom felírni a Facebookon azt, hogy Leningrád, mert ott Saint Petersburgnek írják be a születési helyemet, tehát, meg másutt is. Tehát más a külhoni gyakorlat, vagy a magyarországitól eltérő gyakorlat, hogyha lehet így fogalmazni. Hát akkor a születési anyakönyvi kórantában ez. Nagyon, ezt kezdetben nem tetszett nekem, de most kifejezetten élvezem már. Most, hogy túl van a nagy doktorián is már, abban nem írják bele, hogy az adatait? De abban benne van, abban latinul van benne, és ebben azon gondolkozom, hogy ott hogy szerepel. Majd megnézem. Hát erre készülni kellett volna. Mit tanít napjainkban az ELTE-n? Úgyis legújabbkori vagy jelenkori történelmet, most úgy hívják mondjuk a tanszéket, ahol az ELTE-n tanítok, hogy új és jelenkori egyetemes történeti tanszék. Ebben a félében az osztrák-magyar monarchia és Oroszország története a téma. A múlt fél évben a két világháború közötti időszak. Ki a tanszékvezető? Burr Gábor. Értem, de őt nem zavarja, hogy ön ma már nem médiázik. Hát azért a felvidék.mába szoktam néha írni, és szoktam azért a Mandinerbe is, hogyha úgy érzem, hogy van oda mit írnom, vagy van oda miről írnom. Van mondani valója. A kutatásokat folytatja, és foglalkozik-e tovább az aspektussal, a tolcsvagyékkal? Szeretnénk az idén is meghirdetni az első világháborús történelmi ismeretterjesztő tippvetélkedőt, különös tekintettel arra, hogy ugye a háborús záróév, az 1918-as év az az, ami a legérdekesebb, tulajdonképpen azt lehet mondani. És hát az idén érkezünk el ennek a kerek évfordulójához. A pályázati anyag egybe van, csak ugye miután annyi ága boga van, ezért hát ha mód és lehetőség van rá, akkor még talán ma beadjuk, de hogyha nem, akkor hétfőn vagy a jövő hét folyamán. Tudnélik, nagyon fontos lenne az, hogy mondjuk ez ne álljon le, hanem ki tudjuk egy kicsit teljesíteni, és végig tudjuk beszélni azt, amit már elkezdtünk. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 4 évvel ezelőtt. Milyen munkát végez az aspektus napjainkban?
Hát most gyakorlatilag ezt a kötetet népszerűsítjük, tehát a Nemzetpolitika szorítóban még hozzá különböző rétegeit, tehát azzal tellek el a munkás hétköznapjaink, hogy meghívunk olyan előadókat, akik ugye ebben a kötetben érintve voltak, illetve olyanokat, akik nem, tehát de a nemzetpolitikával foglalkoznak. És ezen a, mondjuk így, hogy aspektuson keresztül közelítünk magához a kötethez, hiszen rengeteg olyan része van az ügynek, ami a mi számunkra, a magyarok számára is érdekes, bár én korán sem vagyok annyira optimista, hogy nagyon sokan a kormányzatból, akik úgy gondolják, hogy ugye a határon túli magyarokkal kapcsolatos, mondjuk így, hogy probléma halmaz, az kétségtelen, hogy nagyon sokat oldódott a magyar társadalomban az elmúlt 15 évben, de én nem hiszem azt, hogy minden további nélkül ki lehet jelenteni, hogy itt a határon túli magyar ügy, vagy a külhoni magyar ügy az rendben lenne a magyar társadalom. A magyar társadalom alapvetően saját magából van elfoglalva, a magyar társadalom alapvetően a saját köldökét nézi. Így van ezzel más társadalom is egyébként, csak hát nem mindegyik egyrészt, mert például, hogyha mondjuk valaki Nagy-Britanniában jár, akkor látja azt, hogy azért ők nagyon figyelnek ám a külvilágra. De... Hát napjainkban inkább a kommentbelddel vannak elfoglalva, sőt, fölfedezték önmagukat újra. Hát jó, de a mindennapi attitűdben, hogyha valaki kimegy, akkor azt érzékeli, hogy azok, akik mondjuk még a közember is talán, és azért mondom a briteket, mert az amerikaiak azok teljesen, az amerikaiak közül vannak olyanok, akik mondjuk a középnyugaton vagy másodt azok, elképesztő módon mondjuk nem tudnak semmit a külvilágról, tehát még azt se tudják, hogy a római pápa az milyen vallású. De, és ezt meg is kérdezik tőlük, és akkor ugye erről ez téma lehet egyébként mondjuk ilyen televízió műsorokban is, amikor mondjuk az erre vonatkozó akkor megkérdezem, akkor megkérdezem öntől, hogy hol tart tulajdonképpen a finn-ugor és egyéb nyelvészetekkel, valamikor ezt nagyon ápolta. Hát én igazából nem a nyelvészeti része volt az, ami az én számomra érdekes volt, hanem sokkal inkább a politikai. Tehát én ebben az ügyben azért nagyon sok potenciált látok annak ellenére, hogy legalább annyira fogy a finnugor nyelv rokonoknak a létszáma az orosz, mondjuk így, hogy föderáción belül, mint a határon túli magyar szórványban élőké, és ez a mi számunkra azért lehet rendkívül érdekes, mert ők azért alapvetően szeretnek és felnéznek ránk. Tehát mi a nagy testvér vagyunk a finnekkel együtt. A finnek talán a saját, mondjuk így, hogy erejükhöz képest még többet is, több figyelmet is fordítanak rájuk. Az észtek meg ugye úgy tekintik az egész finnugor kapcsolatot, mint mi a határon túli magyar ügyet. Tehát ők belülről érzékelik ezeknek a picinket. Mikor várható egy újabb konferencia, és aktív lesz ebben a konferenciában? Hát természetesen ezt mondom, ezt én fontosnak, és hát előremutatónak tartom, szerintem olyan 2-3 év múlva, hogyha minden igaz. Új könyve mikor kezd dolgozni? Azon nem, tehát azt azért várjuk meg, mert mondjuk egy ilyen kötet azért kiveszi az embernek az energiáit. Én a Bizánctól Bizáncig című könyvemnek szeretném az utolsó részét, mondjuk így, hogy befejezni az utolsó 10 évet, tehát az utolsó 10 év történelmét, és azt közreadni egy javítottabb... A Bizánctól Bizáncig, mint könyv, mennyire sikertörténet? Hát az elfogyott már régen, tehát... Hogyha lehet arról beszélni, hogy mondjuk ebben a témában, mint Oroszország vagy Kelet-Európa az ember sikertörténetet vagy sikerkönyvet tud produkálni, akkor persze annak lehet nevezni, de valójában az az igazság, hogy ez az embereket egyre kevésbé érdekli. Hiába beszélünk mi fokozódó, mondjuk így, hogy kelet felé irányuló kapcsolatról, ezt mindenki tudja, aki valamennyire is ért a szakmához, hogy ez egy mese. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Gecse Géza író, egyetemi tanár, média szakember volt stúdiónk vendége, visszavárjuk. Most előzetesek, és már is következik Deák Daniel, politológus, a Figyelő főmunkatársa. Megkérdezzük tőle, hogy is állnak a listákkal, van-e új lista, kísértődött meg, kikérte, hogy vegyék le, kikérte, hogy tegyék föl. Már is jövünk vissza.